Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Magamról annyit, hogy 20 éves koromban tértem meg, tehát nem keresztény családban nőttem föl, és Magyarország talán egyik legtávolabbi pontjáról, Sopronból származom, egy nagyon szép kis városba, ott nőttem föl, és hát ilyen vallásoskodó gyerekkorom volt, aztán mikor meghalt apukám, akkor úgymond szakítottunk ezzel a vallásossággal. Én megtérésem előtt voltam buddhista, meditáltam, és a megvilágosodást kerestem, aztán voltam okkultista, aki asztaltáncoltató szeánszokat tartott, és halottakkal próbált kommunikálni, amitől kis hián megszállott lettem, és úgy szabadított meg ebből az állapotból az Isten. Aztán volt, hogy egy picit a taoizmussal is megismerkedtem, harci művészetekkel, ez most már úgy nem látszik rajtam, ugye, hogy akkor az izmosabb voltam, meg férfiasabb voltam abban az időszakban. Tehát sok mindent kipróbáltam, aztán a filozófia, különösen az egzisztencialista filozófia érdekelt, és egyszer csak egy barátom szólított meg, és azt mondja, hogy ő megtalálta az igazságot. És akkor mondta, hogy hát én akkor már a posztmodern állapotban voltam, hogy hát az igazság az ilyen relatív, mindenkinek más-más igazsága van. És akkor beszélt nekem Jézusról, és aztán körülbelül egy éven keresztül sokat találkoztunk, olvastam a Bibliát, és aztán megtértem. Azóta lelkipásztor lettem, és békésen kezdtem el a szolgálatomat, most 5 éve vagyok Angyalföldön, van egy feleségem, még nincs gyermekünk, de nagyon szeretnénk babát is. A gyülekezetünkről annyit, hogy egy viszonylag kisebb gyülekezetnek a pásztora vagyok Budapesten, egy 90 tagú gyülekezet, nagyon szeretem őket, sok fiatallal, ifjú házassal, és hát küldik szeretettel a köszöntésüket, mondták, hogy adjam át. És hát amiről beszélni szeretnék nektek ma délelőtt, és szeretném, hogyha úgy együtt gondolkodnánk, az, hogy Isten hogyan formálja át a mi jellemünket. És ezt egy nagyon fontos témának tartom, már csak azért is, mert jó arcú gyerekeket látok, tehát olyanokat, akik valószínűleg sokan gyülekezetben nőttetek fel, talán mindent tudtok a Bibliából, vasárnapi iskolából, igeverseket tudtok kívülről mondani, de hogy mi válik életté számunkra, hogy hogyan válik ez valóban a mi szívünknek, az életünknek a részévé. Ez egy nagyon nehéz folyamat. Azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, ami egyre nehezebb lesz. Nem tudom, hogy mennyire követitek a világtörténelmi eseményeket, mennyire követitek a híreket, de azt lehet látni, hogy Európa változóban van. Egy olyan világ következik, valószínűleg néhány évtizeden belül, ami teljesen más lesz, mint amiben beleszülettünk. Körülbelül 50 év múlva azt sejtik a társadalomtudósok, hogy Európa egy iszlám világ lesz, és iszlám kultúrájú közösség lesz majd, amiben mi keresztények kisebbségként fogjuk megélni az életünket. Nem tudom, hogy ha ezt a kort megéljük, akkor mennyire tudunk megállni a hitünkben. És azt gondolom, hogy most, amikor még úgymond könnyű megélni a hitünket, senki nem üldöz bennünket, amikor jöhetünk ifjúsági konferenciákra, és szervezhetünk nagyszerű alkalmakat, talán most egy kicsit könnyű kereszténynek lenni, de milyen lesz abban a világban, ami elkövetkezik, ami lehet, hogy még a mi korunkban megéljük, amikor nehéz lesz kereszténynek lenni. És azt gondolom, azon múlik, hogy hogyan fogod megállni a helyedet abban a világban, hogy milyen a te szíved, hogyan ragaszkodsz az élő Istenhez. És ezek a dolgok most kell, hogy kialakuljanak a mi életünkben, a mi szívünkben. Azt gondolom, hogy az egyik oka annak, hogy Európa szakított a keresztény gyökereivel, már pedig ezt ki kell mondanunk, hogy egy óriási liberalizmus vesz körül, jön az iszlám, az azért van, mert mi keresztények nem voltunk a helyünkön. És be kell vallanunk őszintén, hogy a kereszténység évszázadokon keresztül hiteltelenül élte az életét Európába. És itt az ideje annak, hogy mi keresztények igazán hitelessé váljunk. Hogy az életünk ne csak arról szóljon, hogy keresztény szép fiúk és szép lányok konferenciázgatnak és flörtölgetnek egymással, és amúgy néha Bibliával a kezükbe járkálnak az utcán, hanem hogy az életünk az más legyen.
Én nagyon szerettem egy filozófust, úgy hívták, hogy Nietzsche. Lehet, hogy ha ezt a nevet halljátok, akkor biztos az jut eszetekbe, hogy Isten halott. Ő mondta ezt a gondolatot. Én nagyon szerettem ezt, egy őszinte filozófus volt, és azt mondta a keresztényekről, hogy ha az egész igazság, amit a Biblia leír, akkor a keresztényeknek sokkal megváltottabbnak kellene kinézniük. És ami miatt ez a Nietzsche nevű emberke nem tért meg, az az volt, hogy nem látott maga előtt hiteles kereszténységet. Szomorú vagyok, amikor látom sokszor a mai gyülekezeteket, hogy miken vitatkozunk, milyen dolgok foglalkoztatnak bennünket, hogy ismerjük a Bibliát, de sokszor nem úgy élünk, ahogyan a Biblia beszél róla. És azért nagyon jó lenne, hogy ezen a konferencián nem csak, hogy jó barátságok történnének, amik alakulnak, meg akár megismeritek a társatokat, a férjeteket, vagy a feleségeteket, ez is fantasztikus dolog, és kell is a fiataloknak, hogy ez megtöri Istentől való vezetés legyen az életetekbe, de hogy történjen az életünkben egy áttörés, valami olyan változás, ami kimozdít bennünket az üres vallásosságból, és valódi, hiteles keresztényé tesz bennünket. Én azt gondolom, hogy ennek a világnak elege van a vallásos emberekből. Én amikor emlékeztek, mondtam, hogy gyerekkoromban vallásos családban nőttem föl, és nekem annyira elegem volt abból, hogy láttam embereket bemenni a templomba, és ugyanolyan emberek voltak, mint akik a világban voltak, sőt rosszabbak is sokszor. És azt mondtam, hogy ez az egész nekem nem kell. Én azért akartam buddhista lenni, mert a buddhistákat komolyabbnak tartottam. Azok komolyan veszik a vallásukat, a hitüket. Meditálnak, és sokszor önsanyargató életeket is élnek. Persze nem ez az igazság. De hogy mi, akik ismerjük az igazságot, mennyire engedjük, hogy az Isten a mi életünket használja, átalakítsa. Hát erről szeretnék ma beszélni, de még mielőtt az igét megnyitnánk, szeretném, hogyha elcsendesednénk és imádkoznánk, hajtsuk meg a fejünket. Istenünk, mennyi édesatyán, köszönjük neked, hogy ezen a délelőttön is megállhatunk előtted. Köszönöm neked ezeket a fiatalokat, akiket összehívtál, Uram, különböző városokból, falvakból, azért, hogy ezen a helyen téged dicsőítsünk, imádjunk, hogy téged hallgassunk, és látod, Uram, ha mi szívünket, sokkal többet látsz, mint mi magunkból, vagy mi egymásból. Látod azt, hogy milyen kétségek, félelmek vannak bennünk, vagy milyen sebek vannak a mi szívünkben. És megvalljuk neked, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van arra, hogy ne csak az érzelmeinket érints meg, hanem a szívünk mélyéig hatoljon a te igéd, hozzon áttöréseket, változásokat, szabadulásokat, gyógyulásokat, elhívásokat. Szeretnénk, Istenünk, betölteni azt a küldetést, amire elhívtál bennünket, mert tudjuk, hogy rövid a mi időnk, amit itt töltünk ezen a földön. És nem akarunk mi esztelenül élni, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Segíts, Uram, engem is, hogy tudjam átadni a te üzenetedet erővel és hatalommal a te dicsőségedre. Amen. Amen. Egy történetet hoztam nektek a mai délelőtt, ez valószínűleg ismerős lesz számotokra, az Ószövetségben található, és nem kell sokat lapozgatni a Bibliában, mert rögtön a Mózes első könyvének a 32. fejezetében található, a 23-as verstől. Mivel sokat álltatok, most megint ültök, akkor álljunk fel, és így hallgassuk Isten igéjét. Ha van Bibliátok, akkor keressétek ki Mózes első könyvének 32. fejezetét, és a 23-as verstől olvasom. De fölkelt még Jákob azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbok gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob.
Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Pénuélnek nevezte el ezt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkel Penuénál, és sántított a csípőjére, ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgó csontján levő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgó csontját, az inat. Foglaljatok helyet. Hát nem tudom, hogy ti megszoktátok-e enni a csípő forgó csontján levő inat. Én azt se tudom, hogy ez melyik része az állatnak. De ugye Izrael fiai nem eszik meg. Nem ez a legfontosabb üzenet, jó? Tehát, hogy ne ezzel menjünk majd haza, hogy most az igéből azt olvasunk, hogy nem lehet a csípőcsontnál azt az inat megenni, hanem szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy mi történik ezzel a fiatal emberrel, vagy már nem annyira fiatal emberrel, Jákobbal, amitől megváltozik az ő jelleme, az ő egész lénye megváltozik. Hogyan történik meg az a csoda, hogy egy csalóból, egy önző, manipulatív emberből egy istenfélő, alázatos ember lesz. A mi életünkben is azt gondolom, hogy ez egy nagy csoda, amikor egy embernek a lénye, a személyisége, a jelleme átalakul. A pszichológusok azt mondják, hogy ami jellemünk az így kialakul, úgy kora felnőtt korunkra, a környezeti hatások miatt, meg mondjuk a barátságok, a szülői háttér miatt, és az úgy stabilan megvan, úgy gondolkodunk, úgy érzünk, ahogyan azt megtanultuk. Én ebben nem hiszek, én hiszek abban, hogy Isten a mi életünkbe bármikor bele tud nyúlni, és át tud formálni bennünket. Szükségünk van-e arra, hogy bennünket is Isten megragadjon, hogy átformáljon bennünket? Azt gondolom, az ember képes arra, hogy rövid időn keresztül szerepeket játszon. Egy ilyen szerep lehet egy ilyen imaházas szerep. Ugye eljövünk a gyülekezetbe, itt hívő kislányok vagyunk, és hívő kisfiúk vagyunk, akik szépen fölöltöznek vasárnap az imaházba, beülnek még az énekkarba, és mosolyognak, és minden idős nénike azt mondja rólunk, hogy hú, miért csoda komoly hívő ez a gyerek. És közben lehet, hogy csak egy szerepe számunkra, mert egészen más az, ami a szívünkben van. Egészen más az, amit a hétköznapjainkban teszünk, vagy gondolunk. Egészen más célok éltetik az életünket, mint amiről mondjuk a gyülekezetben szó van. És Isten azt szeretné, hogy az életünk ne csak szerepekből álljon, hogy ne csak szerep legyen a keresztény életünk, amit bizonyos időpontokban megélünk, egyik maszk, amit fölveszünk, és egy másik maszk, amit mondjuk az iskolában, a családban, a barátaim előtt, vagy a szabadidőmben teszek. Isten azt akarja, hogy te valódi, igazi keresztény légy, nem csak az imaházban, hanem azon kívül is. Mert előbb-utóbb a te jellemed, ami vagy valójában, az a jellem fog megnyilvánulni. Amikor házas leszel, lesz majd férjed és feleséged, ott nem lehet szerepet játszani. Ezt elhiszitek? Mert hosszú időn keresztül együtt vagyunk a feleségünkkel. Hát senki nem ismer valószínűleg jobban az emberek közül, mint a feleségem. És tudja azt, hogy néha nem olyan nagyszerű hívő vagyok, mint amilyen a szószéken szoktam lenni. Hogy vannak rossz napjaim, amikor ideges vagyok, amikor nem úgy válaszolok, ahogy válaszolnom kell, ismer. Ha téged megismernek, akkor milyen vagy? Mi van a te szívedben? De hát Isten megismer bennünket. Ő előtte meg teljesen fölösleges, hogy most itt eljátszunk bármit. Milyennek látja a szíved? Azt mondja a Biblia, hogy miközben Saul volt a király még Izraelben, Isten keresett magának egy szíve szerint való férfit. Egy olyan embert, akinek a szíve olyan volt, amiben kedve volt az Istennek. És amikor vajon az Isten rátok néz, vagy rám néz, akkor gyönyörködik-e bennem az Isten? Azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Annyira szép ez a bizonyságtétem, ezt Isten mondja az ő fiáról, Jézusról. És én nekem meggyőződésem az, hogyha valakiben, egy hívő embernek az életében ott van Krisztus és uralkodik, abban gyönyörködik az Isten, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
Gyönyörködik-e benned az Isten? A te hétköznapjaidban, a céljaidban, az álmaidban, a terveidben, a cselekedeteidben, a buzgóságodban, vagy amikor rád néz, akkor azt mondja, hogy kicsit szomorú vagyok. Nem olyan régen tanulmányoztuk otthon János evangéliumát, és ott annál résznél tartottunk, amikor Péter háromszor megtagadja az Úr Jézust. Ismeritek a történetet. Péter, aki azt mondta magáról, hogy Uram, ott a Getsemáné kertbe, én még a halálba is elmegyek veled. Ezt mondta magáról. És mi volt a szívébe? Egy asszony ment oda hozzá, és azt mondja, te is közülük való vagy, és azt mondja, hogy asszony, nem tudom, miről beszélsz. Nem ismerem őt. A valóság Péternek az életében és a szívében, az ő jellemében, az Istennel való kapcsolatában nem az volt, hogy ó, Uram, én még a halálba is. Mert gyakran könnyű mondani ezt énekelni egy-egy énekkel együtt, hogy én az egész életemmel téged dicsérlek és imádlak. De mi van valójában? És Péter leszerepel, és amikor megtagadja Jézust, háromszor megszólal a kakas, és egyszer csak Jézus ránéz. Emlékeztek erre a képre? Annyira sokat foglalkoztat ez a dolog, hogy vajon mi volt Jézus tekintetébe? Szerintetek mi volt benne? Ilyen ítélet volt benne, hogy fú, én most nagyon csalódtam benned, Péter. Fú, ilyen szemét legyél. Biztos volt benne szeretet. Volt benne szomorúság. És az a tekintet összetöri Pétert. És úgy vágyom arra, hogy a mi tekintetünk ezen a mai napon találkozzon Jézus tekintetével. És meglásd azt, hogy tekint rád Jézus. Lehet, hogy örömmel, azt mondja, itt vagy, fiam, lányom, örülök neked, és bátorítalak, hogy csak tovább. Vagy ott van szomorúság a tekintetében, hogy annyi mindent adtam már neked, és mégis olyan távol van a szíved tőlem. De van egy jó hír, hogy lehet változni. És olyan jó lenne, hogyha ez a változás, amiről beszélünk ezen a konferencián, ez valóságos lenne a mi életünkben. Na nézzük tehát meg egy picit ezt a Jákobot. A Bibliában nagyon sok olyan személy van, akinek az élete úgy végig van kísérve. Vannak olyan emberek, akiknek csak egy-egy epizódját látjuk az életében, ilyen mellékszereplői a Bibliának, de vannak ilyen amolyan főszereplők, akiknek végig kíséri Isten az élet történetét. Ilyenek ezek az ősatyáknak a története a Bibliában, de az Új Szövetségben is tudunk ilyen emberekről, mint Péterről vagy Pálnak az életéről, akiket hosszabb ideig kíséri végig az Isten. És meggyőződésem, hogy azért irattatta le Isten a Szentlélek által ezeknek az embereknek a történeteit, hogy lássuk, hogy ezek az emberek sem voltak mindig tökéletesek. Én annyira örülök annak, hogy Isten leírta mondjuk Péternek a tagadását, vagy éppenséggel Mózesnek a fiatalkori hevességét, mert akkor tudok velük azonosulni, hogy én is itt vagyok, én is ilyen vagyok. De milyen jó látni, hogy ezek az emberek hová jutottak. És ott van benne a mi életünknek is a lehetősége, hogy ha most itt tartunk, akkor valahová eljuthatok. És ez a csodálatos dolog, hogy lehetünk mi, ez a generáció, a következő időszak Jákobjai, vagy a következő időszak Mózesei, vagy Péterei, akiken Isten hatalmas dolgokat cselekedett ebben a világban. Elhiszitek? Sokan azt gondolják, hogy hát én csak egy ilyen kis pici kis, nem tudom milyen kis férgecske vagyok, örülök, hogy eljöhetek az imaházba, úgy meghúzom magamat a sarokba, aztán úgy bemegyek valahogyan a mennybe, nekem ez épp elég. De nem, Isten gyermekei vagytok, akiket Isten szent lelke töltött be erővel és hatalommal, és küldött ki ebbe a világba, hogy legyetek tanúi Jézus Krisztus halálának és feltámadásának. Amen. Nem volt elég erős, még egyszer. Amen. Amen. Azok vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, és jó lenne, hogyha már észrevennénk, felismernénk,
hogy azok vagyunk. Azt mondja János, hogy Isten fiainak neveznek minket, és azok is vagyunk. És hogyha ezt elfelejted magadról, hogy ó, hát én csak egy kis baptista gyülekezeti tag vagyok, így el vagyok, így valahogy. Sokan keresik a minimumot, amivel még be lehet jutni a mennybe. Értitek? Hát mi az a minimum, amivel még be lehet jutni? Hát megtérek, bemerítkezek, azzal már csak be lehet jutni, nem? És onnantól kezdve már szabadon választott a dolog. Vannak a fanatikusok, akik nem csak vasárnap járnak imaházba, ugye, hát azok már kész. Aztán még fanatikusabbak, akik még szolgálatot is vállalnak, és mondjuk elmennek mondjuk szolgálni egy hajléktalan szállóra, de az már tényleg már a csúcs. És aki még ennél is fanatikusabb, az meg kimegy külmisszióba. De ezek csak szabadon választott dolgok. A minimum az, hogy megtérni, bemerítkezni, és időnként elmenni az imaházba, és ott jól viselkedni. Szeretném, hogyha megértenétek, hogy nem ez a kereszténység. Hogy ne a minimumot keresd, ami az Isten országába bejuttat téged. Mert akkor lehet, hogy nem vagy megtérve. Mert ha igazán megtértél, akkor tudod azt, hogy ez a világ, ez a gonoszságban vesztegel. Az emberek mennek a kárhozatba. És Isten arra hívott téged, rád bízta, ránk bízta, az, hogy az embereknek bizonyságot tegyünk. És ha mi nem vagyunk a helyünkön, akkor ki fog nekik bizonyságot tenni? Ezért nem mindegy az, hogy hogyan éljük az életünket. De nézzük most már tényleg Jákobot. Jákobnak a neve, nem tudom, hogy tudjátok-e, mit jelent. Ez ilyen kedves név, nem tudom, hogy a szülei mikor ezt adták neki, akkor átgondolták-e. Azt jelenti, hogy csaló hazug. Hát most nem tudom, melyik szülő ad ilyen gyereknevet a gyerekének, hogy na hát összejönnek a apuka, anyuka, megszületik a baba. Mi legyen a gyerekneve? Hát hívjuk hazugnak, csalónak, nem? Senki nem nevezi így a gyerekét szerintem. De azért lett ő Jákob, mert ez a név, ez kifejezte az ő jellemét. Ő egy ilyen ember volt. Így született erre a világra, hogy ő már mikor megszületett már csaló is, és hazug ember volt. Azt olvasjuk a Bibliába, hogy már születése előtt bunyózott az ő tesójával, az anyukájának a méhébe, Ézsauval. Ez elképzelhetetlen, nem? Hogy hogyan lehet az, hogy ott tusakodnak az anyjuk méhébe, és amikor születnek, akkor ott küzdenek, hogy ki jöjjön ki először. Hát ez annyira groteszk ez a kép, én el sem tudom képzelni, hogy ilyen lehetséges, vagy megkérdezek egy orvost, hogy egyáltalán lehetséges-e, hogy küzdjenek egymással kisbabák ott az anyjuk méhében, meg hogy ott úgy szülessenek meg. De azt olvasjuk, hogy Ézsaúnak sikerült először megszületni, Jákob megfogta az ő sarkát, hogy ő is jöjjön. Ami már kifejezi azt, hogy ilyen ember ez a Jákob. Ő nem akar második lenni. Ő győztes akar lenni, és nem vesztes. És hadd kérdezzem meg, hogy amikor mi magunkra gondolunk, akkor mik szeretnénk mi lenni? Győztesek vagy vesztesek? Ugye milyen lúzer az, aki azt mondja, hogy vesztes, nem? De most mi a jó válasz, ugye, hogy hú, most mit kell mondani itt? A merényi testvér mondott valamit, hát hogy azt mondom, hogy győztes, akkor jót mondok, akkor nem tudom, inkább nem szólok semmit. De valószínű, hogy a szívünk mélyén győztesek akarunk lenni, hát nem? Nem akarunk mi lúzerek lenni a társadalomba, szegények és mit tudom én, hajléktalanok és nyomorultak és nem tudom, a társadalom kivetettjei. Győztesek akarunk lenni, mint Jákob. De hogy önmagában nem baj az, hogy az ember szeretne ebben a világban valahol érvényesülni, vagy hogy kiteljesedjen az élete. A baj azzal van, hogy ez a szándék, ez óriási önzéssel párosul. És amit látok ebben a mai világban, függetlenül attól, hogy keresztény vagy nem keresztény, ez tök mindegy, de a legtöbb embert az motiválja, mint Jákobot. Győztes akarok lenni, első akarok lenni. És kerül, amibe kerül, én első leszek. És nézzük meg, hogy hogyan tudott Jákob első lenni. Mit csinál Jákob az ő természetével? Azt csinálja, hogy kicsit csal egy picit,
Ézsaúnak azt mondja, hogy egy tálentsér, ugye eladod nekem az elsőszülöttségi jogodat, és jól ismeri Ézsaút, becsapja Ézsaút, elveszi tőle az elsőszülöttségi jogát. Aztán utána, amikor jön az atyai áldás, akkor meg azt mondja az anyukájának a tanácsa, milyen jó anyja volt neki, nem? Rakjál magadra egy kis szőrt, és akkor majd menj oda apádhoz, és azt hitti, hogy te vagy Ézsaú, mert úgyis maksi szegény. Jó család az ilyen, nem? Én nem tudom, hogy anyuka meg apuka, hogy milyen kapcsolatban voltak egymással. Állítólag hívők voltak. De még ezek szerint hívő családban is vannak ilyen furcsa dolgok. És Jákob megszerzi az atyai áldást is. Mindent megszerez. Amit nem szerzett meg azzal, hogy első legyen a születésekor, azt megszerezte most csalással. És tudjátok, a legtöbb ember valahol ezt tartja életideálnak. Lehet, hogy nem születtem én egy királyi családba, ugye? Vagy lehet, hogy valaki itt közületek, leborulok előtte. Mindannyian valahol egyszer pornép vagyunk, és beleszülettünk átlag családba, de valahol mégiscsak szeretnénk királyokká válni. Ha nem sikerült a születésemnél fogva, majd akkor szorgalmammal, helyezkedésemmel, kapcsolataimmal csak oda jutok, hogy én legyek a király, hogy minden csaj engem válasszon, és belém legyen szerelmes, és minden fiú rólam álmodozzon. Ezt majd elérem, nem? Nem akarok én ilyen, nem tudom, ilyen kis szerencsétlen lenni. A baj az, hogy az ember a szíve mélyén ez a vágy, és észre se veszi, hogy mennyire meghatároz minket. Hogy ott vagyunk az imaházba, de közben az igazi életcélunk az nem az, hogy Istent megdicsőítsük, hogy Istennek szolgáljunk. Az igazi életcél az, hogy jussak valamire, hogy eljussak arra, hogy én legyek a király. És Isten igéje leleplezi előttünk, hogy ez az óember, ezzel születtünk erre a világra. Ezek vagyunk mi. Csak közben történt valami, hogy Isten újjászült bennünket. És ha újjászülettünk, akkor valahol más célok vannak előttünk. Remélem, hogy előttetek is. Hogy most már nem az az életem célja, hogy legyek valaki, hanem hogy legyen valaki Jézus. Pál apostol úgy fogalmazott, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok én is feszítve. Tudjátok, a legnagyobb baj szerintem ma a kereszténységgel, és sokszor a saját életemmel is, hogy nem feszítettem meg Jézussal együtt. Még mindig élek pedig többé én. Én. Jákob, ő egy nagy én volt. Az a tipikus mai ember, aki önmegvalósító és individualista. Ezek szép szavak, nem? A mai kornak a nagy ideáljai ezek, hogy valósíts meg önmagadat. Nem tudom, hogy hányszor hallottátok már azt a szlogent, hogy légy önmagad. Fogalmam sincs, mit jelent. De mindenki ezt mondja, légy önmagad, és persze önmagam akarok lenni. De hogy Istennek is ez az ideája? Hogy mert megérdemlem, ugye van egy ilyen szlogen is. Mit érdemlünk mi testvérek, kedves barátaim, kedves fiatalok? Mit érdemel Jákob? Mit érdemlek én? Megérdemlem az, hogy én legyek az első a király, és mindenki hódoljon előttem. Mert megérdemlem, nem? Hát vagyok valaki. Megdolgoztam érte. Imaházba is járok, imádkozok is. Hát na-na, hogy megérdemlem. És ha Isten előtt állok, akkor azt mondom, és az Isten igét olvasom, akkor azt látom, hogy én, amit érdemelnék, az a Golgota keresztje. Azt érdemlem én. És te is. De az Istennek a kegyelme és irgalma, hogy helyettünk meghalt. Helyetted és helyettem. Azért, hogy többé ne önmagadnak éljél, hanem annak, aki érted meghalt és feltámadt. Értitek? Most ez nagyon fontos,
Most ne SMS-ezgessetek, vagy Facebookoljatok. Ez egy nagyon fontos. Azért halt meg Jézus, érted, a kereszten, hogy többé ne önmagadnak éljél, hanem annak, aki érted meghalt és feltámadt. És ha még mindig önmagadnak élsz, a te önző, saját, makacs céljaidnak, akkor nem értetted meg Krisztust, hogy miért jött. Akkor még nem vagy igazán az övé. És itt van ez a Jákob, aki megszerez mindent. De jön egy törés. Ézsau nagyon pipa. Meg akarja ölni Jákobot. És én megértem. És Jákob elmenekül. És jön egy első találkozása az Istennel, egy első konferenciája Jákobnak. Előtte is, gondolom, a hívő családban sokat hallhatott ő Istenről, de szerintem ennek az önző embernek annyira elment a füle mellett az Isten szava, de most, amikor menekülnie kellett otthonról, életében először meghallja az Isten szavát ott Bételnél. Ez még az előtte való történet, amiről olvasunk, hogy Jákob álmot lát. Azt az álmot látja, hogy van egy óriási létra, amin angyalok jönnek, mennek föl le, és ez az Istennek a helye, Istennek a létrája, és az Isten van ott jelen. Olyan nagyszerű az, amikor Isten minket, Jákobokat, a mi természetünkkel és jellemünkkel egyszer csak így megszólít. Nem tudom, hogy volt-e már részetek abban, hogy az Istennek egy különleges jelenlétébe léptetek. És itt nem arról van szó, hogy elmegyünk az imaházba, valahogy csak túléljük, aztán utána úgyis jön a Forma 1 a tévébe, amit majd megnézünk, szurkolunk a Hamiltonnak, hanem az, amikor olyan hatással van rád az Isten, hogy egyszer letaglóz. Volt már ilyen részed? Hogy kikerülhetetlen az Isten. Ott van. Többször megadódott az életemben, hogy az Isten ilyen közel jött. Ez egy nagy kegyelmi dolgok, amikor az Isten ennyire közel jön hozzánk. Emlékszem, mikor még nagyon fiatal hívő voltam, és otthon imádkoztam, és nagyon sokat imádkoztam, és egyszer csak furcsa dolog történt, mert miközben imádkoztam, úgy megbotlott a nyelvem, és elkezdtem egy másik nyelven imádkozni. És nem tudtam, hogy most megőrültem, baj van. De aztán éreztem, hogy Isten olyan közel van hozzám, amilyet még soha nem tapasztaltam. És akkor tudtam, hogy Isten valamit akar az életemmel. Hogy többet akar tőlem, mint hogy gyülekezetbe járjak, hanem azt akar, hogy neki szolgáljak az életemmel. És voltak még ilyen pillanatok, amikor Isten nagyon közel jött hozzám. A megtérésemkor egyedül olvastam a Bibliát, és amikor ott volt, hogy Jézus kereszt haláláról olvastam, hogy ott van Jézus a kereszten, így fölkiáltottam, hogy miért? Miért kellett meghalni Jézusnak? Anyukám hallotta volna, biztos azt mondta, megőrülök, de szerencsére egyedül voltam otthon. És akkor egy hangot hallottam, ami azt mondta, hogy miattad. És abban a pillanatban úgy összetört a szívem, hogy ott bőgtem. És azt mondtam, hogy ha miattam haltál te meg, akkor én nem akarok én nélküled élni. Volt már, hogy az Isten ilyen közel jött hozzád, így átölelt az ő jelenlétével. És mit csinál Jákob akkor, amikor az Isten ilyen közel jön hozzá? Fantasztikus! Nincs az az ifi konfi, ami helyettesítheti ezt a megtapasztalást, hogy az Isten jelenléte. Elkezd alkudni az Istennel. Azt olvassuk, és ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz engem az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Micsoda fantasztikus hívő imádság, nem? Mondanánk rá egy ámment egy imaórán, hogyha ilyen imádságot hallanánk. Nekem meg kétségem van. Hogy ez az új Jákob, vagy ez még a régi Jákob? És én arra gondolok, hogy ez még a régi Jákob. Ez az önző, csaló,
óemberi természet és jellemű Jákob imádkozik az Istenhez. Mit mond ez az Istennek? Belegondoltatok? Azt mondja, Isten azt mondja, hogy figyelj Isten, adsz nekem ruhát, juhokat, karriert, családot, akkor tudod, mit lehetsz az én Istenem. És még imádni is foglak, jó? Jó üzlet ez, nem? Neked is, meg nekem is. És tudjátok, sajnos nagyon sok embernek ilyen a hite. Hogy azt gondolja, hogy én egy üzleti kapcsolatban vagyok az Istennel. Én úgy imádom őt, elmegyek az imaházba, még adakozok is, hogyha arról van szó, imádkozok, ő neki meg kutya kötelessége megáldani engem, nem? Hát ez az üzlet. Adjon nekem férjet, feleséget, ráadásul olyat, amit én szeretnék, nem ám olyat, amit ő, hát meg jó, hogy nem. Olyan munkát adjon nekem, amit én szeretnék, olyan karriert és olyan fizetést. És olyan helyen szeretnék élni, ahol én szeretnék, és az Isten áldjon meg engem ott, ahol én akarom. És akkor majd én mosolyogva jövök dicsőíteni az Istent. Milyen nagyszerű, hogy megáldott engem az Úr. De nem vesszük észre, hogy Jákob egyáltalán nem adta át az életét. Ő csak egy mennyei segítőtársat keres magának, aki segíti abban, hogy az önző céljai megvalósuljanak. És tudjátok, sok hívő emberrel az a baj, hogy Istenre úgy tekint, mint aki segít nekem az önző céljaimnak az elérésében. De ez nem hit. Ez nem az. És Jákob még mindig nem tanulja meg, hogy Isten valami egészen mást akar az életében. És lehet, hogy még te sem érted, hogy Isten valami egészen más kapcsolatra hívott téged, mint erre a ilyen imádkozgatok vizsgai időszak előtt, hogy tudod mit Isten, hogyha most átmegyek, meg ha ötösöm lesz, akkor bedobok a persejbe. Legalább egy 100 lejest. A sok pénz? Nem sok pénz. Egyetemistáknak sok pénz. Lehet rajta kapni legalább 2 zsömlét, vagy többet, nem? Többet. Forintba csak 2 zsömlét. Értitek? Tehát, hogy néha így gondolkodunk az Istenről, hogy felszólok hozzá, ő segít, és akkor én meg majd valahogy viszonzom ő neki ezt a dolgot. De a hívő élet arról szól, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ezt az életet, amit a földén, a testben élem, azt azért élem, hogy őt dicsőítsem. Hogy ő szolgálja, ő neki szolgáljak, és nem ő szolgáljon felém. Jön a következő állomás a Jákobnak. Húha, már lassan kimegyek az időből, és még az igéhez nem is jutottunk el. Na megy feleséget keresni. Na ez is egy tipikus dolog. Jákob rögtön kiszemeli az egyik leányzót, aki egyébként az unoka tesója volt, de akkoriban ez még nem volt annyira durva, hiszen egészen más korban volt. Én azt gondolom, ez ma az elég durva lenne ez a történet, ha valaki az unoka tesóját akarja feleségül venni. De mivel találkozik, az ő jövendőbeli apósa jól átveri őt. Ugyanis nem a kiszemelt lányt adja hozzá, hanem a testvérét, aki idősebb nála, ráadásul kicsit vaksi, úgy írja le a Biblia, kicsit kancsi a lány. És hát nem tetszik ugye Jákobnak. Milyen érdekes az, hogy idáig ő vert át mindenkit, most meg ugyanazt kapja vissza. És tudjátok, én ennek örülök. Van azért az Istennek egyrészt humorérzéke, meg igazságszolgáltatása. Hogy mit vár el Jákob az emberektől, hogyha ő úgy viszonyul az ő testvéréhez is, hogy átveri és becsapja, akkor mit gondol, hogy majd az emberek majd máshogy bánnak velem? És tudjátok, néha úgy vagyunk vele, hogy mi az emberekkel úgy bánunk, ahogy, de fölháborodunk akkor, amikor mi is ugyanezt kapjuk vissza. Nem? De ugyanazt kapja vissza Jákob, mint ahogyan ő bánt az ő testvérével. De nem adja föl, dolgozik még 7 évet, megkapja Leát is, Ráhelt is, születik egy rakás gyerekük, ráadásul jó meggazdagszik, még 6 évet dolgozik.
és teljesen kisemmizi az ő apósát. És mit látunk ebben a történetben, hogy Jákob még mindig ugyanaz a Jákob, aki volt. Még mindig ugyanaz a karrierista, önző, makacs ember, aki első akar lenni, a főnök akar lenni, a király akar lenni, és akit nem érdekel az, hogy milyen áron. És egyszer csak fogja magát, hogy akkor most már itt már nincs mit tenni való, hazamegyünk. Most már jó meggazdagodtunk, ugye? Van két feleségem is, rakás gyerekem, megyek haza 20 év után. Biztos otthon nagy örömmel fognak várni. Hát a történet nem úgy alakul, hanem ott van Ézsau, akit a 20 év óta megemésztett a harag. Tudjátok, amikor mi embereket megbántunk, amikor embereknek az életébe sebeket okozunk, akkor azok a sebek nem oldódnak meg az idővel. Sokszor azt gondoljuk, hogy hát összevesztem a barátommal, barátnőmmel, a családommal, majd az idő megoldja. De nem. Az idő elmélyíti a konfliktust. És hány embernek a szívébe, és lehet a te szívedbe is, sebek vannak a szívedbe, amiket másoktól kaptál. És lehet, hogy olyan a természeted, mint olyan a te jellemed, mint Ézsaúnak a jelleme, akiben ezek a sebek annyira mély gyökeret vertek, hogy már eluralkodott rajtad a depresszió, vagy éppen az önértékelésnek a teljes hiánya, vagy a harag, a gyűlölet, a sötétség, és nem tudsz belőle kijönni. És így volt ezzel Ézsau is, az ő jelleme is torzul, meg Jákobnak is a jelleme torz, és Jákob megy haza, hogy na most akkor majd rendbe teszem ezt a dolgot. És mi az első ötlete? Azt mondja a Biblia, hogy van nekem elég juhom, tevém, szamaram, ökröm, kecském, küdök az én bátyókámnak, megengesztelem. Ugye a mai világban is azt gondolná az ember, pénzzel mindent el lehet intézni, nem? El lehet intézni? Lehet-e kapcsolatokat rendezni pénzzel? Hogy, na figyelj, adok neked egy 100 lejest, most már 1000 lejest is adok, nem nézd már, milyen nagy lelkű vagyok én. Sőt, olyan gazdag vagyok, hogy 10 000 lej. Az már nagy pénz, nem? Az se nagy pénz? Az már nagy pénz. Az egy fizetés már? Vagy... Egy évi fizetés a 10? Én nem tudom, hogy mennyi... Tényleg? Jó, oké. Na képzeljétek, ez a Jákob, olyan nagy lelkű, azt mondja, hát küldök neki, hát annyi sok van nekem, hogy küldök neki, így mondja az a Biblia, hogy 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot és 20 kost, 30 szoptatós tevést fiastul, 40 tehenet és 10 bikát, 20 szamár kancát és 10 szamár csődört. Hát ez aztán rengeteg állat. Hát ez, azt gondolom, örülnék neki, ugye, ezzel nem kéne dolgoznunk egész életünkben, mert annyi pénz. És ráadásul a Biblia azt mondja, hogy azt mondja Jákob, megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a színe elé, talán szívesen fogad. Az eredeti szövegben a megengesztelem szó helyett az van, hogy betakarom a szemét. Azt gondolta, hogy ezzel a sok ajándékkal betakarja majd Ézsaúnak a szemét, és azt mondja, hogy na majd, mikor látja a sok bárányt, meg kecskét, meg juhot, meg tevét, akkor azt mondja, hogy hú, milyen jó, hogy hazajött a tesóm. Ez még mindig a régi Jákob. Értsétek meg. Még mindig az óember, még mindig az önző, még mindig a makacs, még mindig a uralkodó típus, és még mindig nem az új ember. És itt jön a felolvasott igénk egy éjszaka, amikor összeomlik az ő világa. Amikor rájön arra, hogy mégse én vagyok a király. Hogy mégsem én vagyok az az erős ember, aki mindent elintéz. Aki mindenek fölött úr. Mert Ézsau jön 400 emberrel, és arra számít, hogy ez a 400 ember holnap
az egész családomat ki fogja írtani. És nincs megoldás. Nem tudom, hogy kerültünk-e már az életünkbe ilyen sarokba szorított helyzetbe. Most nem pont ugyanilyenbe, mert én ilyenben még nem voltam, hogy a tesóm jött volna 400 emberrel lekaszabolni, de talán benneteket sem volt ilyen veszély az életetekbe. De a magunk módján egyszer csak az életünk belekerül egy ilyen különleges helyzetbe, amikor nyilvánvalóvá válik az, hogy ki vagyok én, hogy milyen következményei vannak annak, aki vagyok. És tudjátok, a megtérés az nem annyit jelent, mert sokan úgy térnek meg Istenhez, hogy elmenek egy ifi konfira, tegye föl a kezét, aki szeretne az Úr Jézussal új életet. Te is így tértél meg? Én is. Ugye? Ez nem megtérés. És magadat csapod be, hogyha így tértél meg. A megtérés az az, amit itt olvasunk a Bibliában, amikor Jákob tusakodik a bűnei miatt és a bűnei következményével, hogy elrontottam mindent. Emlékszem arra az estére, amikor meséltem, hogy olvastam a Bibliát, és megérintett Isten. És abban a pillanatban úgy éreztem, hogy én egy gonosz ember vagyok. Én azt gondoltam akkor, hogy én vagyok az Antikrisztus. Nem tudom, hogy jött ez a gondolatom. Féltem is magamtól, hogy majd én fogom az egész világot majd így a bűnbe vinni. De akkor ez látszott logikusnak, amilyen a szívem volt, mert az Isten jelenlétében megláttam a szívemet, ebbe a tükörbe. És amit láttam, az nem tetszett. Hadd kérdezzem meg, hogy te néztél már így az Isten tükrébe, hogy láttad magadat, és aki vagyok. Mert Jákob itt ezen az éjszakán meglátja saját magát, és megy a tusa. És ez a tusakodás ezzel a valakivel, akinek a nevét nem tudjuk, de én azt mondom, hogy ő az Úr Jézus, akit mi úgy ismerünk, aki itt járt a Földön. Vele tusakodik. És tudjátok, mi mindannyian az életünkben kicsit tusakodunk Jézussal, hogy ki kerül fölülre. Néha az a baj, hogy mi kerülünk fölülre, amikor birkózunk a Jézussal. És megint az én akaratom teljesült. Emlékszem, mikor a barátommal még beszélgettünk, és próbált megtéríteni, és én mindig nagyon okosnak képzeltem magamat, és nagyon sokáig én legyőztem őt. Mindig jobban, majdnem úgy meg tudtam zavarni az ő hitében, hogy már a végén már lassan ő se tudta, hogy hisz ebben, hogy nem hisz. És én úgy gondolom, hú, most én nyertem, mert most ő bizonytalanodott el, és nem én. És mégis szomorú voltam, mert a szívemén akartam, hogy ő győzzön. És sokszor vagyunk így, hogy mi viaskodunk az Istennel, és néha mi győzünk, de az nekünk nem jó. És lehet az egyszer az életedben megtörténik, hogy te alul maradsz. Mert Jákob idáig mindig győzött. Jákob idáig mindig az első volt. Legyőzte a tesóját, legyőzte Lábánt, megszerzett mindent, karriert futott be, érvényesült, megvalósította önmagát, csúcsra jutott, sztár lett. Ma biztos, hogy a magazinok címlapján szerepelne, és riportokat adna, hogy hogyan kell ebben a világban érvényesülni. De ez a Jákob most alul marad. A tusakodásban földre kerül. Két vára fektetik. Hadd kérdezzem meg, hogy az életedben voltál-e már úgy padlón, hogy nem azért, mert valaki behúzott neked, hanem azért, mert az Istennel viaskodva, önmagaddal viaskodva kerültél a padlóra, hogy most innen nem tudok fölkelni. És ebben a pillanatban azt mondja neki ez a valaki, hogy Istennel viaskodtál, és győztél. Az olyan döbbenetes dolog. Ki győzött? Ki győzött ebbe a tusába? Jákob vagy Jézus? Ki győzött? Ki maradt fölül? Jézus. Akkor mégis miért mondja azt, hogy győztél? Mert tudjátok, a győzelem az nem a győzelem, hanem gyakran a vereség a győzelem. És gyakran akkor vagy győztes az életedben, ha tudsz alul maradni. Amikor egy
nagy ütést kap a te régi életed, a elromlott önző jellemed, és padlóra kerülsz. Azt mondja neki Jézus, hogy mostantól ne az legyen a neved, hogy Jákob. Ez egy gúnynév. Mostantól azt a nevet használjuk, hogy Izrael. De tudjátok, Izrael azt jelenti, hogy Istennek a harcosa, győztes harcosa. Mennyivel más név ez, nem? Mint az, hogy csaló, vagy Isten győztes harcosa. Hadd kérdezzem meg, hogy téged Isten milyen néven szólít. Engem milyen néven szólít most Jézus? Izrael, vagy Jákob? Mi az én jellemem? Ki vagyok én? Ha még nem küzdöttél Jézussal, és nem kerültél a padlóra, olyan mélyre, akkor még te Jákob vagy, aki imaházba jársz, és egyességeket próbálsz kötni az Istennel. De ez csak a vallás. Azt mondja ekkor Jákob, hogy el nem engedlek addig, amíg meg nem áldasz engem. Ez a Jákob már, ez a önbecsülésében és mindenestől összetört Jákob végre fölismeri azt, hogy nekem szükségem van az Istenre, az ő áldására. Nem csak arra van szükségem, hogy adjon nekem pénzt, meg feleséget, meg nem tudom mit, meg sikereket. Nekem ő rá van szükségem, én nem akarlak elengedni téged. Felismerted-e már, kedves barátom, hogy nagyon nagy szükséged van az Istenre? Hogy nélküle nem tudsz élni? Hogy nélküle nem tudsz győztes lenni, igazán győztes életet élni? Hogy eljössz erre a konferenciára, itt van Jézus, de elengeded őt. Vagy azt mondod neki ezen a mai napon, hogy én el nem engedlek téged, Jézus. Én azt akarom, hogy velem gyere haza. Nem akarlak elengedni. El nem engedlek, amíg meg nem áldasz. Most nem fontos az, hogy már késő van, nem fontos az, hogy már régóta tusakodunk, nem fontos, hogy álmos vagyok. Istenem, én addig el nem engedlek. Vágysz így az Istenre, hogy az Isten ilyen közel jöjjön hozzád, és Isten megadja neki, megáldja az ő életét. És most már befejezem, milyen az új Jákob, milyen ez az Izrael. Semmi nem változik, másnap jön Ézsau, 400 emberrel. A régi Jákob mit tett volna? A régi Jákob fegyvert ragad, és azt mondja, na, ha te 400 emberrel, én is leszerződtettem néhány zsoldos katonát, gyerünk, küzdjünk, ez férfias, nem? Győzzön a jobbik! És már pedig én vagyok, én mindig győztes vagyok. Ehelyett Jákob, mikor meglátja az ő testvérét, 7-szer borul le előtte, az az ember, aki életében soha nem tudott megalázkodni. Most a saját testvére előtt borul le 7-szer. Ez egy másik Jákob. Ez egy új természet. Ez egy új jellem. És ez nem jön magunktól. Ez csak az Isten. És az Isten tud téged ennyire megváltoztatni. Én magamat nem tudom megváltoztatni. De amikor az Isten megváltoztat, akkor ez nem tanulta őt egy tréninger, hogy így kell konfliktust kezelni, hogy így kell rendezni az elrontott kapcsolatokat, hanem a Szentlélek vezeti őt. És ez a különbség az a között, a két élet között, aki még a jellemében, még egy óemberi természet, és egy új, krisztusi, Szentlélek által vezetett, irányított ember, hogy egyszerűen az Isten megmutatja, hogy hogy kell tenned. És akkor leborul előtte, Ézsaúnak a szíve is összetörik. Ez egy csoda. Ha valami nagyon szép jelenet van a Bibliában, akkor ez az. Ezt úgy megfesteném, ha tudnék festeni, de nem tudok. Biztos valaki közületek jól fest.
El tudjátok ezt képzelni, hogy két testvér, akik gyerek születésüktől fogva háborúznak egymással, és akit a Jákob úgy kifoszt, hogy mindenét elveszi, Ézsau, aki tönkretesz a harag, Jákob, aki pedig felfuvalkodott, és tulajdonképpen egy gonosz szívű ember, ez a két ember most összeölelkezik és sír. Hát ha valami nagyon szép, akkor ez az. Gondolj olyan emberre, akivel talán nagyon rossz a kapcsolatod, és el se tudod képzelni, hogy ez a kapcsolat egyáltalán helyreálljon. El tudod képzelni, hogy az Isten úgy elvégzi a te szívedbe és az ő szívébe, hogy összeölelkezve sírni fogtok egymás vállán. Ez egy csoda. De ez csak Istennek a munkája, amit elvégzett Jákobnak és Ézsaúnak a szívébe. 20 év fájdalma és betegsége és sebe gyógyul meg egy pillanat alatt. És lehet, hogy a te életedben is évtizedes sebeket hordozol, mert egyszer az anyukád, az apukád, a testvéred, a barátod megbántott és fáj, és hordozod. De tudod, ez a seb egy pillanat alatt befor, amikor az Isten ott van. Egy ilyen gyógyulás történt anyukámnak az életébe. Anyukámat nem várták a szülei, a nagyszüleim. Háború után született, és megmondták neki, hogy ő csak egy baleset. Őt nem akarták. És tulajdonképpen ő úgy nőtt föl, anyukám, hogy őre mindig úgy tekintettek, hogy a tesóit nagyon szerették, ő pedig a kis baleset, aki úgy becsúszott. És felnőttként ezt még mindig hordozta magába. Olyan önelfogadási problémái voltak, hogy nagyon nehéz volt nekünk gyerekként is ezt elviselni. És amikor én megtértem, és anyukám közeledett volna Istenhez, akkor előjöttek ezek a sebek. És nagyon haragudott az Istenre, hogy hogyan engedheti meg azt, hogy ő ilyen sebeket hordozzon, hogy a szülei ennyire elutasítóak voltak. És egyszer csak elment anyukám egy konferenciára, ahol a lelki gyógyulás volt a téma. És ott arról volt szó, hogy Isten ismeri a sebeidet, és Jézus a te sebeidért halt meg ott a kereszten. És úgy megérintette anyukámat az Isten szeretete, hogy ez a seb, amit gyerekkorától fogva hordozott több mint 50 éven keresztül, egy pillanat alatt befort. És jött haza a konferenciáról megtérve, és utána be is merítkezett. Ez a csoda. De ehhez szükséges az, hogy az Istennek valahol a lelke munkálkodjon, hogy engedjük, hogy valóságos legyen. Most már tényleg befejezem, mert mennünk kell hamarosan enni. De szeretném, hogyha még imádkoznánk, és odaállnánk Isten elé, hogy vizsgálja meg a mi lelkünket, a mi jellemünket, hogy jákobi természetűek vagyunk, vagy izraeli természetűek vagyunk. És remélem az, hogy erről a helyről, innen Nagyváradról, majd úgy mész haza, hogy nem mint Jákob, hanem úgy, mint Izrael. És úgy tudok képviselni őt, ahogy a Jákob képviselte Izraelt és Jézus Krisztust. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezt a mai délelőttöt, és köszönöm neked a te üzenetedet, ami nagyon világos volt számunkra. Bocsáss meg, hogyha nem túl hitelesen tudtam azt átadni, amit nekem is elmondtál, amit nekem is megmutattál. De imádkozom most ezekért a fiatalokért, akik az életüknek valamilyen pontján állnak, és talán valamilyen célok ott lebegnek a szívük előtt, de te látod, hogy még talán mindig jákobi természettel, vallásos élettel teszik ezt, és még mindig csak az áldásaidat, a javaidat keresik az életükbe, vagy már eljutottak odáig, hogy nélküled semmit sem tudnak tenni. Arra kérlek, Isten, hogy formáld át az ő életüket, és formáld ki az ő szívükbe az izraeli természetet, a győztes, a valódi győztes természetet, amelyik tud megalázkodni, amely tud veled járni, amely tud második is lenni, ha kell, és nem csak első.
Isten, kérlek, hogy ragadd meg az ő életüket a te szent lelked által. Hadd teremjen az életük sok-sok gyümölcsöt a te dicsőségedre. Amen.